Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Ugyanez másképpen a következő percekben. Itt van a vonalban a Fidesz kommunikációs igazgatója, Hollik István. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat is. Ha jól gondolom, a DK kongresszusának és az előválasztásnak nem olyan lelkes híve, mint az imént hallott politikus. Magyarországon demokrácia van, úgyhogy a pártok és a támogatóik, politikusaik azt csinálnak, amit akarnak, úgyhogy engem nem zavar, amit ők csinálnak. Az viszont biztos, tehát hogy minősíteni ilyen értelemben nem szeretném, az viszont biztos, hogy ez nem egy valódi előválasztás. És miért nem gondolja? Én mondom, hát ezt nem én mondom, hanem baloldali portálok tucatjai írták le, több cikkben is, hogy itt valójában politikai háttéralkuk döntötték el azt, hogy kiinduljon az egyes választókerületekben. Ugye cikkeztek arról többet is már, hogy ennek az alapját valójában egy olyan háttéralkú határozta meg, amely két olyan párt között köttetett, akik 5 évvel ezelőtt még nem voltak hajlandó egymással még egy színpadra se fölmenni. Itt ugye a Gyurcsány Ferenc pártjára és a Jobbikra gondolok. Ők ugye a választókerületek több mint felében megállapodtak, és visszaléptek az egymás jelöltjei javára, még akkor is egyébként, hogyha például Szegeden az azt jelentette, hogy a Jobbik egyébként durván antiszemita, zsidógyűlölő megjegyzéseket tevő Tóth Pétert jelölte a Jobbik. A baloldal számára annyira fontos a hatalom megszerzése, hogy még egy ilyen jelölt mögé is, Tóth Péter mögé is hajlandó volt beállni, sőt, Gyurcsány Ferenc még standolt is vele az egyik szegedi utcán. Tóth Péter ügyét nem tudom menteni, nem is akarom, de azért azt hadd jegyezzem meg, hogy a Fidesz-KDNP történetében sem egyedi és különleges, hogy korábbi ellenfelek egyszer csak szövetségesek és egy frakcióban ülnek. Tehát ez azért a magyar politika történetben nem egy újdonság. Hát igen, csak van egy aprócska különbség, szerkesztő úr, az, hogy ilyen zsidógyűlölő, antiszemita mondatokat senki nem mondott. Tehát aki egy ilyen jelölt mellett kiáll, azt gondolom, hogy ez védhetetlen. Az egyetlen egy dolog tudja indokolni, hogy a hatalmat mindennél jobban akarja a baloldal, és még az se számít, hogy egy antiszemita, durván antiszemita jelölt mögé kell beállni. Az, ami a legfőbb ellenérv most az ellenzék oldalán, az a Huxit. Ez teljesen egyértelmű. Minden más egyébtől függetlenül, amit évek óta hallgatunk, a korrupció, az intézményesült lopás vágya, és így tovább, és így tovább. A Huxit lebegtetése, a Varga Mihályi mondatok, az elemzői mondatok, amelyek a Magyar Nemzetben jelennek meg, ezek a legerősebb fenyegetések. Erről mit gondol? Szerkesztő is már régóta követi a közéletet, úgyhogy szerintem ön sem tudja egy kezén összeszámolni, meg kettőn se, hogy hányszor fogalmazta már meg a baloldal ezt a nevetséges vádat. Tehát én szerintem 2010 óta, mióta a Fidesz-KDNP kormányoz, én legalább 20-szor hallottam azt már a baloldaltól, hogy na most a Fidesz-KDNP ki akarja vezetni az Unióból Magyarországot. Nyilvánvalóan ez képtelenség. Ugyanakkor azt hozzá kell tegyem, hogy Magyarországnak jelenleg és az elmúlt években igenis érdeke volt, hogy az Európai Unióhoz tartozzon. De az a különbség, azt gondolom, hogy a Fidesz-KDNP és a baloldal között, hogy még a baloldal, mivel számára nem a haza minden előtt, hanem minden más a haza előtt, ezért egy ilyen kritikátlan elfogadással, és egyébként szerintem kis hitűségtel is vezérelve, azt mondja, hogy az a céljuk, hogy az Európai Unióhoz tartozzon Magyarország. Nekünk pusztán a tagság csak egy eszköz, hiszen számunkra viszont a nemzeti érdek képviselete az első. És a nemzeti érdek képviselete egyelőre, bár sajnos egyre több vitánk van az Unióval, és azt szerintem senki nem tagadja, hogy az Unióban komoly problémák vannak, veszít a gazdasági súlyából, most már 3 olyan válság volt, amit rosszul oldott meg, tehát vannak belső problémák az Unióban. És azért, mert mi erről beszélünk, és mondjuk kiállunk a magyar nemzeti érdek mellett, akár a brüsszeli bürokratákkal szemben, az nem jelenti egyébként azt, hogy mi ki akarnánk lépni, annyit csinálunk, még egyszer mondom, hogy képviseljük a nemzeti érdeket.
Ugye ezeket a mondatokat az árnyalja, amit Varga Mihály mondott például, hogy az évtized végére el lehet gondolkozni rajta, hogy megírja nekünk az Európai Unióban maradni. Előbb mondott egy fontos szót, az eszköz, hogy az Európai Unió az önök számára eszköz. Mások meg úgy látják, hogy ez egy értékválasztás, hogy hova tartozunk, hogy Nyugat-Európához tartozunk, hogy az európaiságunk nem megkérdőjelezhető ilyen módon sem, és nem Kelet-Európa, vagy éppen a Közép-Kelet irányába orientálódunk. És én erre mondom azt, hogy előtt a gondolat mögött szerintem alapvetően kisítőség áll. Az, hogy nem hisszük el magunkról, egy 1000 éves történelmet rendelkező Magyarországról, hogy ő egy európai ország, és aki ezt a véleményt fogalmazza meg baloldalon, az azt gondolja, hogy csak azáltal leszünk mi európaiak, hogy az Európai Unió tagjai vagyunk. A fenéket. Nem. Mi egy büszke, európai nemzet vagyunk, egyre erősödő nemzet vagyunk, amely egyébként a keresztény kultúra alapján rendezte be az életét, úgy, ahogy egyébként Európában nagyon sok minden, nagyon sok más ország. Ezért mi egy büszke európai ország vagyunk, teljesen független attól, hogy az Európai Unió tagjai vagyunk, vagy sem. Azt el tudja képzelni, hogy Orbán Viktor vezetése alatt Magyarország büszke európai keresztény nemzetként kilép az Európai Unióból, és megpróbálja egyedül? Én egyetértek Varga Mihállyal, amit ő mondott, szerintem az teljesen adekvát, hogy az Európai Uniós tagság az csupán egy eszköz. És ma Magyarországnak érdeke, hogy az Európai Unióhoz tartozzon. De azt gondolom, hogy a... Addig, ameddig befizettők helyett nyerességet tudunk elkönyvelni a pénzügyi oldalon? Addig, ameddig a nemzeti érdek alapján azt gondoljuk, hogy Magyarország fejlődését, erősebbé válását azt segíti az uniós tagság, és nem hátráltatja. Egyelőre meg ott tartunk, hogy a nemzeti érdeket és Magyarország erősödését az uniós tagság szolgálja. Ezért nem akarunk kilépni, sőt, bár nehéznek tűnik a dolog, de mégiscsak azt szeretnénk, hogy az Európai Uniót belülről reformáljuk meg, mert sajnos az Európai Unió az elmúlt 15 évben semmilyen sikert nem tud felmutatni. Bukdácsolt válságkezelésből válságkezelésbe. És mi azt szeretnénk egyébként, hogy Európa újra sikeres tudjon lenni, ehhez viszont a mi véleményünk szerint radikálisan meg kéne újítani az Európai Uniót. Az Európai Unió intézményrendszerét, döntéshozatalát azt békeidőszakra találták ki. És egészen 2008-as válság előttig ez jól működött, mert békeidő volt. Ment minden, ment a gazdaság, az állami, tehát a nemzetállami gazdaságok is jól működtek, prosperáltak, tehát az Európai Unió jól működött. De amint beütöttek a válságok, teljesen egyértelmű vált, hogy ez az intézményrendszer nem válságkezelésre van kitalálva, és ráadásul még tetézi, súlyosbítja a bajt az, hogy az Európai Unió ezekre a válságokra nagyon rosszul reagált, régi reflexeket használt, és azt mondta, hogy az a megoldás, hogy akkor még mélyebb integráció, még több hatáskört vonunk el a nemzetállamoktól, de úgy látszik, hogy ezt most már szerintem szinte csak ők nem veszik észre, hogy ez nem megoldás. Hát azért az uniós kritika és az unióból való kilépés elég távol esnek egymástól, de ha jól értem, akkor nagyon határozottan kiállt amellett, hogy az unióból kilépni a Fidesz-KDNP pártszövetség sem szeretne. Természetesen nem. Mi belülről szeretnénk megújítani az uniót, és ma is arra törekszünk, hogy az Európai Unió tagjaként tudjunk sikeresek lenni, és tudjon az Európai Unió is végre sikeres lenni. Oldik István, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója volt a vonalban. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen. Napot.